Maros megye 2023-as sikereiről és 2024-es terveiről számolt be Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke. Elmondta, bár a kormányváltás után lassabban tudták megvalósítani a projekteket, sikeres évet zárhattak, és beruházásokkal teli 2024-re készülnek. Sajtótájékoztató keretében számolt be Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke, a 2023-ban elért sikerekről és 2024-es tervekről. A legfontosabb megvalósítások közé sorolta a Megyei Múzeum természettudományi részlegének teljes körű felújítását, illetve a Nyárádtő, Mikefalva, Dicsőszentmárton útszakasz rehabilitálását. Több projekt volt, amit 2023-ban kezdtek el, de 2024 folyamán fognak befejezni. Ilyen a repülőtér fejlesztése, és elkezdődött a Szálvamont Maros megyei barlangi és hegyi mentőszolgálat székhelyének az újraépítése is. Egy másik nagyobb projekt, amely 2024 márciusában fog lezárulni, a mezőség és a nyárádmente szennyvíz, illetve ivóvíz hálózatának kibővítése. Annak ellenére, hogy több beruházást kormányszinten későn hagytak jóvá a kormányváltás után, Maros megyében jó ütemben sikerült teljesíteni a pályázatokat, mondta. Tudjuk, hogy volt egy nagyon lendületes kezdés, utána pedig egy szép, ütemes és folyamatos lassulás. Úgy kezdtük még, hogy ugyebár kormányon voltunk, aztán a kormányból kifelejtettek, és kormányváltás követően pedig azt láttuk, hogy több volt a civakodás, mint a kormányzás, és láthattuk, hogy az RMDSZ-t, ahogy kihagyták a kormányból, egyre jobban lassultak a beruházások, lassultak azoknak a pénzeknek a lehívása, amely addig jó ütemesen, és mondhatjuk azt, hogy folyamatosan működött. Elmondta, 2024-ben a választások mellett több beruházásra is készülnek. Felújítják a volt parkhotel épületét, modernizálják a szászrégeni kisegítőiskolát, fejlesztik a Mikházi régészeti parkot, a Via Transilvánica turista útvonalon pedig csaknem 100 km hosszú bicikliutat építenek ki. Aláírták a Marosvásárhely, Maros-Szentkirály, Mezőbánd, Megyei út, valamint a Nagyernye, Szováta közötti útszakasz korszerűsítésére vonatkozó szerződést. A Maros megyei klinikai kórház mögötti területre tervezett parkoló megépítésére pedig készen állnak a kivitelezési tervek.